A Bonyhádi kórházban első körben 55 szakdolgozó kapta meg a vírus elleni oltást. Őket a jövő hét folyamán oltják újra. A listára újabb 50 dolgozó iratkozott fel, őket napokon belül oltják. Barca Zsolt igazgató azt mondja, semmi mellékhatása nem volt az oltásnak. Tapasztalatai azt mutatják, hogy folyamatosan nő a beoltottsági hajlandóság, ami egészen biztosan gyorsítja majd a vírus megszűnését. Barca Zsolt azt mondja, a világ összes járványának a végét a vakcinázás jelentette, és bár ma még nem született meg a hosszú távú megoldás, a jelenlegi oltóanyagok megfelelőek lesznek a gyors beavatkozásra. Simon Mária gyermekorvos is arról szólt, a saját és kollégái tapasztalata az, hogy adott az oltás egyfajta megkönnyebbülést. A környezetemben, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy várják. Mindenki fél, mindenki szeretné magát biztonságba érezni, és várjuk nagyon a védőoltást. Mi is vártuk, egészségügyi dolgozók, megkaptuk, ez már egy megnyugvást adott nekünk. Többi kollégáimmal beszélve ők is egy megkönnyebbülést éreztek, hogy megkapták a védőoltást. Én még nagyon ellenzővel közvetlen környezetemben nem találkoztam, hiszen nincs is értelme vele szemben ellenkezni, mert egy halálos betegség is rendkívül gyorsan terjed, világjárvány, megállítani másképp nem lehet, mint minden fertőző betegséget. A védőoltások beadásával, ami az elsődleges megelőzése a súlyos betegségnek és a világjárványnak. Mi kaptunk egy ajánlást a védőoltásnak a leiratáról, kinek adható, hogy adható, kinek javasoljuk. Ők is szintén tanácsolják, hogy minél többet oltsunk. Sajnos a gyerekeknek még 16 éves kor alatt nem adható. Ennek csupán az az oka, hogy nincs kipróbálva. Tehát még nincs tapasztalat arról, hogy viselkednek, vagy hogy reagálnak a gyerekek. Mihelyt ezzel kapcsolatban is lesznek tájékoztatásuk, valószínű, mint egyéb védőoltásoknál is, a gyerekek is majd előbb-utóbb meg fogják kapni. De pillanatnyilag a leíratban mi úgy kaptuk meg a tájékoztatást, hogy 16 év felettieknek ajánljuk. Nem adható az oltás továbbá a kismamáknak, és azoknak, akik védőoltástól valamiféle allergiás reakciója volt korábban. A beadás módozata jelenleg, ami forgalomban lévő vakcina, két darab védőoltásból áll, kap egyet valaki, utána 21. nap után kapja a másodikat, maximum a 28. napig ki lehet tolni, tehát ha közben valami betegsége lesz mondjuk lázas, de a 28. napig be kell fejezni, és megkapja a második oltást a 21. napon, és utána egy hét után várható a védettség kialakulása. Körülbelül olyan 70%-os az első oltás után, a második oltás után pedig egy rendkívül hatékony, 90-100% közötti hatékonyságú a védőoltás az leírások és elmondások alapján, ami nagyon fontos, tehát nagyon hatékony és nagyon kevés mellékhatása járó védőoltás. Ha valaki valamilyen immunbetegségben szenved, ő kérjen gondozó orvosától javaslatot, mert az ő esetükben mérlegelni kell a védőoltás hasznát.